Sziasztok, Feri vagyok újra, itt a YouTube csatornámon. Megkérdeztünk melyeteket az Instagramon, hogy mit szeretnétek látni, és többek között a parlamentből mit szeretnétek látni. Hát volt mindenfajta őrült ötletetek, olyan helyeket fogok bemutatni most nektek az Országházából, amit turisták általában nem látnak. Nem osztálykiránduláson vagyunk, hanem hát próbálom bekukucskálni titkosabb helyekre is. A Magyar Parlament, az Országgyűlés épülete, ez fog most jönni itt a YouTube csatornámon. Nem szoktátok látni, legalábbis nem ebből a perspektívából, ez az alsóházi terem, általában itt szoktunk lenni. Kérdezitek az Instagramon, hogy gombokat hogyan nyomogatunk, meg miért van a bekiabálás, hát őszintén szóval tök egyszerű. Ez a parlamenti műfaj, ez nem egyéni meccs. Itt nem gladiátorok vannak, itt csapatjátékosok vannak, és a gombokkal szavazol, a gombokkal kérsz szót, és általában megbeszéljük, hogy valaki irányítja ezeket a meccseket, hogy igennel szavazunk, tartózkodunk, szót kérünk, és a többi, és a többi. És persze, mikor te beszélsz, akkor az ellenfeléd meg üvöltöznek, hogy összezavarjanak téged. Ne krákogjon, hanem szopogasson valamit, legyen olyan kedves. Hát legtöbbször mi azért nem szoktunk benne zavarodni, miközben kívülről nézve ez tényleg elég zavaros helyenként. Szóval valójában alig lehet-e tudni, hogy ezek micsodák, de régi szivartartók. Itt hagyták a dualizmus időszakában, tudjátok, a 19. század végén, 20. század elején a képviselők a szivarjaikat, mikor be kellett rohanni szavazni. Ezek a szivartartók. Ezek megmaradtak, ma már nem lehet cigarettázni, megszivarodni az Országházában. Szóval, ahol most vagyunk, az egy különleges hely, sajtó ide már nem jöhet be, kövér kitiltotta őket innen, turisták is csak időnként, ez a felsőháznak a társalgója. Hát nyilván tudjátok, hogy ez két kamarás parlament volt eredetileg, volt a felsőház és volt az alsóház. Az alsóházban választották a képviselőket, a felsőházban kinevelés, származás alapon jöttek a képviselők. Most a felsőháznak, nézzétek, kék a szönyeg, kékvérűek voltak nyilvánvalóan az arisztokraták, fent pedig egy csomó szobor. Ezek alapvetően magyar hagyományos iparosok, kézművesek, munkásemberek, kereskedő emberek, hát arra figyelmeztette a képviselőket, hogy kiket is képviselnek valójában. Kicsit lesz csak illetéktelen, de talán megusszuk. Figyeljetek! Hát nem könnyű bejönni ide. Na, itt aztán végképp nem szoktatok lenni, és nem hoznak ide benneteket. Padlástérben vagyunk, valahol az alsóházi terem fölött. Látjátok, hogy minden nagyon rendben van, tisztaság van. Ha itt most fölmegyünk, akkor az egyik belső udvart fogjátok látni, ahol most vagyunk, az igazi kuriózum, egy padlástér nektek és csak nektek, hogy lássátok, hogy a parlamentben ilyenek is vannak, és ki lehet nézni. Pokoli jó idő van ráadásul kint. Sajnálhatjátok, hogy nem vagytok itt velem. Most valójában zavarba húznátok, mert egészen eddig azt se tudtam, hogy van itt ilyen lift. Ez nem az az elegáns lift, amin szoktunk közlekedni, de mégis, hogy ezt megtaláljuk valahol, akkor egy viszonylag szép liftet látunk. Nem tudom, látjátok-e? Igen, szóval szőnyeg van, meg fa van. Fogalmam sincs, ezt mire szoktuk használni. Azt hiszem, hogy nem a teherlift, nem a hivatalos lift, ha valamilyen lift. Na. Ez az elegánsabb lift, ezzel szoktak járni a képviselők, meg állam és kormányfők, hogyha ide jönnek. Gyerünk, gyertek be ti is velem. Így néz ez ki.
Hát mert ilyen őrültségeket kérdeztek az Instagramon, hogy hogyan néznek ki a mosdók a parlamentben. Elegánsak, szépek, bár semmi extra. Hát nézzétek, ha nekem nem muszáj, akkor nem mennék be, de ti nyugodtan nézzetek be, hogy hogyan néz ki a parlament mosdója, amit tényleg nem szoktatok látni. Na gyerünk! Na itt megállunk egy pillanatra, ez a fő lépcső. Ha valaki komoly ember érkezik, külföldi államfő, miniszterelnök, akkor onnan szépen sétálnak felfelé, be a kupolaterembe. Ez a legelegánsabb, legreprezentatívabb, legcoolabb része a parlamentnek. Nagyon jó följönni, a végén persze lihegnek az emberek, úgyhogy nem javaslom a rohanást, hanem nyugodtan, elegánsan. Az országgyűlés könyvtárában vagyunk, a legtöbben nem tudjátok, hogy bárki bejöhetne ide hétköznap este 8-ig, hát a Covid nyilván itt is megtépázta a látogatók számát. Az ország egyik legszebb, legértékesebb gyűjteménye itt van. A nevet nem kell tudni, a Verbőci 3-as könyv 1517 egyik eredeti példányát itt őrzik. Több mint 500 éves könyvet. Szóval időként gyertek ide. Azt mondja, és itt sincs. Na ide figyeljetek, Gyurcsány a konyhában. Ilyen könyv itt nem volt, mostantól lesz. Szerintem egyébként, hogy mi az, hogy tük, azt senki nem érti, és nem is kell érteni. Ezek titkos ügyiratok kezeléséről szólnak. Vannak mindenfajta papírok, amiket különlegesen kell kezelni, teljesen külön eljárása van, külön irodája van. Ez a tük. Nézzétek meg, rács is van itt. Csak így, magát nem látjuk, nem mutatjuk meg. Nagyon titkosak ezek az ügyiratok, gyerekek. Ugye? Csokkolom. Szóval bármilyen hülyén is hangzik, ha egy titkos ügyiratot hazaviszel, mondjuk miniszterelnökként elveszíted, börtönbe lehet kerülni, szóval azért ez nem leányálom. Én például soha nem voltam hajlandó titkos ügyiratot megőrizni, ha reggel kaptam, este visszaadtam jó gyorsan a titkárnőknek, nehogy már nálam maradjon, abból csak baj lehet. Kupolateremben vagyunk, ezt szerintem szoktátok látni, nem nagyon szabad itt fényképezni és filmezni. Ott fönt 200 villanykörte van, amit felülről cserélnek, hát a korona pedig hát természetesen a mi közös nagy nemzeti szimbólumunk. 2000 óta itt őrizzük a kupolateremben, korábban volt olajos hordóban, mocsárban, 78-ban adták vissza az amerikaiak, szóval a sztorit ismeritek. Természetesen tudom, hogy ki így, ki meg úgy gondolkodik hazáról, nemzetről, Magyarországról, de a Szent Korona az közös kincsünk, és itt őrizzük böcsülettel, tisztességgel. Na nehogy azt gondoljátok, hogy át vagytok verve, kétségtelen, most más ing van rajtam, mint például az előző jelenetben, de csak azért, mert két nap alatt vettük fel ezt a rövidke kis videót. Itt vagyunk az egyik legszebb erkélyen, ami Magyarországon egyáltalán létezik. Volt egy olyan kormányfő, nem én voltam, aki nagyon szeretett hétvégén ide terítetni magának és itt reggelizni. Bizonyos értelemben értem, egyébként meg a franc, aki megeszi. Szóval most vagyunk, ezt a vadászteremnek hívják. Nagy diplomáciai fogadások szoktak itt történni. Én például Bush elnökkel, mikor is volt, az 2006 tavaszán itt járt, akkor itt kapott ő egy hivatalos állami ebédet. Itt volt nagyjából az asztal, ahol most ácsorgunk. Itt volt nagyjából a mikrofon. Hát amennyire emlékszem, ilyenkor ilyen angolul mondjuk a beszédet is, szabadságról és szerelemről beszéltem. Akkor, mert hogy azt gondolom, hogy ez két fontos dolog, nem csak az amerikaiaknak, hanem nekünk is. Bush elnök például nem iszik egyáltalán alkoholt, most már egy pár tíz éve is, szőlővel pótolták a pezsgős poharában. Rohadtul vigyáznak arra, hogy amit kap, az biztosan rendben legyen, de akkor is ezt csináljuk, amikor Spielberg
a lakásomra jött, itt forgatott egy filmet, a München című filmet, akkor meglátogatott engem, őrült felhajtás történik ilyenkor, jönnek az orvosok, nézik a kaját, majd amikor, nem tudom, Blair, brit miniszterelnök volt nálam. Szóval vigyáznak az elnökökre és a miniszterelnökre. Az alapsorban vagyunk, na ezt végképp nem szoktátok látni, meg más sem szokta látni. Amit csinálnak, felújítás, karbantartás, javításnak nagy részét innen próbálják meg megoldani. Most is itt vagyunk egy munka közepén. Fogalmam sincs, hogy mit csinálnak itt, de ez szokott itt történni. Szemétlapáttal, vésővel, szerszámokkal. Szóval így néz ki a parlamentnek az alaksora. Ez valójában egy picike város. Asztalosai vannak a parlament épületének, saját festői vannak. Majdnem minden szakmából valakik itt vannak, és próbálják óvni ennek a fantasztikus háznak az állapotát. Ácsok, asztalosok, festők, szóval mindenki. Látjátok, itt aztán majdnem minden van, állítólag képek, mindenfajta raktárokba, mi több, nagyon régi képek, Lenin képek. Itt szőnyegek sokasága, vörös szőnyeg és más szőnyeg. Úgy emlékszem, hogy nekünk nem volt szőnyegünk ott a DK iroda előtt, most ami kormánypárti frakció kapta meg, és mintha most már lenne szőnyeg. De tudjátok, ördög bánja, a szőnyeg nyugodtan legyen az övék. Na hát lassan rendhagyó parlamenti túránk végére értünk, szerintem láttatok olyat, amit máshol is mástól nem. Én szerintem érdemes bennünket követni. Szerintem iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek a Instagramon. Ha van ötletetek, írjátok meg, gyertek vissza. Én meg azt tudom nektek mondani, hogy izgalmas tartalmakkal vissza fogok jönni, szóval hamarosan jelentkezem. Feri.